amikor elfutott az utat. Hajzat után az első emelkedő, ahol felérünk, Sástó domb 523 méterre magassággal. Ez az egyetlen magyarországi domb, amely 500 méter magassággal rendelkezik. A képen terül a has, a túrák utolsó erősebb kapcsolója lesz, viszont addig még jó pár helyet meg kell mászni. Mikor elgurult az utolsó forint, és a saját fiam csak úgy rám legyint, mikor senki nincs és nem. Vagyunk a Tóthegyesen, ami a környék legmagasabb pontja. Meg kell hagyni, hogy igen, izzasztó ide a mászás. Itt a fák között egész jó kis kilátást tárul elénk, bár a túrának nem ez a legjobb kilátást adó pontja, hanem majd az a világos hegy lesz. De megéri azért ide is kiállni és bámítkodni egy kicsit, mert nagyszerű. S csak úgy össze-vissza lóg a karom, és a szorongás úgy elővesz, te majd kézem fogsz és hazavesz. Mikor túl sok volt a bor, meg a sár, s az élet szétizél, meg agyam gyötör, mikor egyáltalán nem szeretsz, de majd belém körülsz, s hazavezetsz. Milyen jó. Gyerekből már a keresztes felé, választhatjuk a piros keresztjelzést is a lejutáshoz. Ez egy rövidebb, de annál technikásabb szakasz, és kisebb kitérővel megteszünk ezt a videót, kibarlangot, illetve az alsó videósést is. Mikor nagy lesz már a saját ruhám, és a családomnak nincs ideje rá, és a témfergésből elég, majd kézem fogsz és hazavezetsz. De ha elhagysz engem, meghalok, vagy ami még rosszabb, tán megmaradok, s akkor mindörökre elveszek. Elég meredek, vagyis inkább úgy mondom, hogy hosszan emelkedő útvonalat hagytunk magunk mögött. Tóthegyes környékén járunk ma már másodszor. Innen fogunk körülbelül 3 km múlva eljutni a világos hegyre. Innen van még 40 méter szint körülbelül. Ezen az első emelkedő szakaszon, utána jön a világos hegy emelkedője, és Mátra keresztestől a világos hegyig van 440 méter szint. Kemény, de kibírható. Yeah.